A már ismert keringő egy picit más köntösben, hiszen most a legkisebb mazsoretes lányok is büszkén állnak a nagyobbak mögé, annak érdekében, hogy pár hónap vagy év múlva ők is olyan magabiztosan tudják majd táncolni a Holdfény és az Esthajnal mazsoret csoportok repertoárjait. A nyári időszak erre kiváló alkalom, hiszen 3 napot tudnak együtt tölteni a lányok a mazsoret táborban Sátoraljóhelyen. Újné Schneider Hedvig a csapatok vezetője elmondta, hogy több célja is van ezeknek a hosszabb próbáknak. Most 25-en vagyunk a táborban. A cél az, hogy a kicsikék fejlődjenek, a nagyobbak még inkább fejlődjenek, tehát rengeteg gyakorlatot csinálunk, menetgyakorlatokat, dobásgyakorlatokat, közösen is, külön is. És hát a cél még az is, hogy az elkövetkezendő fellépésekre, szereplésekre fel tudjunk készülni. A nagyok a példaképei a kicsiknek, a legnagyobbak most nincsenek itt, ők majd a csütörtöki próbára fognak jönni, úgyhogy akkor találkozhatnak a kicsik esetleg velük is. A 3 nap alatt a botok dobása és bizony a menetelés is a fő feladatuk a legkisebbeknek, és ebben, ahogy már Újné Schneider Hedvig is említette, a nagyok a legnagyobb segítségük. A táborra új lányok is érkeztek, azonban még mindig szívesen várják a jelentkezőket. 2 új lány jött, az egyik 7-be megy, a másik 9-be. Nagyon örülünk, hogy jöttek, mert pontosan ez a korosztály, ami kevés létszámmal működik. Péntekenként vagyunk benne a művelődési központban 3-tól, hát akkor lehet jönni a tornaterembe, beiratkozni bármilyen korosztályba, és bármikor be lehet kapcsolódni ebbe a műfajba. Újné Schneider Hedvig hozzátette még, hogy a tábor alatt pihennek is, így többször adódik alkalom arra, hogy játszanak is a lányok, ez pedig a legjobb módszer többek között a közösségépítésre.